Gaetano Donizetti egyik legidőtállóbb operáját hallhatta a közönség a Pécsi Kodály Központban. A Lucrezia Borgia című művet vitték színpadra. A Félix szcenírozott előadásban hazai és nemzetközi operaénekesek szerepeltek a Pannon Filharmonikusokkal közösen. Én vagyok Lucreziának a negyedik férje, Don Alfonso, és hát ugye ez az egyik a legcsodálatosabb Belcanto operáknak, ugye Donizetti operája. Nekem a darab közepén helyezkedik el javarészt a szerepem, tehát a darab legelején van egy nagyon kis jelenetem, amikor meglessük Lucréciát és Gennárót, akik ugye később kiderül, hogy a fia Lucréciának, illetve a darab végén is egy nagyon pici rövid jelenet, de ugye prológ első felvonás, második felvonásból az első felvonás az, amiben én szerepelek, van ott egy nagyon mérges áriám, majd pedig egy duett, illetve Lucréciával is egy tercet, még amihez Gennáró is csatlakozik. Ezt külön erre a produkcióra tanultam, és ugye ez a második produkció a MÜPA és a Pécsi Kodály Központnak a koprodukciójában, amiben én szerepelhetek. Az első az a Puritánok volt még 2016-ban talán, ha jól emlékszem, de lehet, hogy tévedek. Az is egy csodálatos opera volt, és ott mindig örömmel térek vissza Pécsre, és itt a Kodály Központba, ahol hát ezen kívül még más koncerten is részt vettem már. Ez egyébként is az ilyen decemberi, januári, tehát az ilyen influenzás időszak, az nem nagyon tesz jót a ilyen szempontból a produkcióknak. Itt most sajnos a három koncerten három különböző szoprán volt, illetve lesz most ugye az utolsó koncerten. De hát ez ugye a mi hivatásunknak az egyik sajátossága. Az egyik legnehezebb dolog az, nem is a színpadi éneklés, hanem az, hogy egészségesnek maradni folyamatosan, amikor az ember ki van tűzve előadásra. A 3,5 órás művet most harmadjára adták elő a művészek. A Pannon Filharmonikusok igazgatója azt mondja, izgalmas együttműködésben vehettek részt. A számunkra rendkívül fontos ez az együttműködés, amelyben a Művészetek Palotájával és a Zsök Kft-vel közösen színpadra állíthatjuk az olasz Belcanto operákat. A jó néhányadik előadásra kerül ma sor, nem ebből a műből, hiszen mindegyik egy premier, egy bemutató, minden évben egyet jegyzünk a Művészetek Palotája, Bartók Béla hangversenytermében, aztán a Kodály Központban. Azért fontos ez számunkra, mert minden évben van Pécsett egy olyan opera előadás ebben a házban, amely nemzetközi sztárokkal valós meg, ahol fantasztikus minőség szól a színpadon, szól a zenekari árokból, a zenekar közreműködésével. Szóval, hogy mondani szokás, egy kompromisszumok nélküli előadás, és olyan művészekkel valósíthatjuk ezt meg, amelyekkel valóban a legmagasabb minőség érhető, olyan operák vonatkozásában, amelyek Pécset egyébként nem kerültek színre az elmúlt évtizedekben. Ma este is így lesz ez a Lucrezia Borgiával. És hogy milyen volt az együttműködés? Hát először is fantasztikus. Egy csodálatos karmesterrel találkozunk. Andrej Jurkevics személyében, aki ennek az operának minden egyes rezdülését tökéletesen érti, tudja, érzi, csinálta, benne van, tehát nagyon-nagyon sokat tanultunk tőle, nagyon izgalmas volt ez együttműködés. Izgalmas volt a tekintetben, most az együttműködés, és erről is muszáj szót ejtenem, hogy tulajdonképpen a három előadás három címszereplővel valósul meg. Mert hogy az éneklés az egy ilyen kitett műfaj, ha szabad így fogalmazni, hogy egy torokfájás, egy betegségben a téli időszakban bizony eredményezheti azt, hogy énekes helyettesítése van szükség. Ez történt a budapesti két előadáson is, és ma is így történik a Kodály Központban, hogy a három előadásnak a harmadik
harmadik címszereplője mutatkozik be. Üröm a öröm az ürömben, hogy mindhárman a világ élvonalába tartozó énekművészek, és ezt ezután is rendkívül köszönöm a Művészetek Palotája stábjának, aki ezeket a helyettesítéseket bravúrosan oldotta meg. Tehát a pécsiek, a Pécsi Zenebarátok, a Kodály Központ közönsége, ahogy az előbb fogalmaztam, ma is egy kompromisszumok nélküli előadásnak lehet a fül és szemtanúja. A Pécsi Zenekar évekre visszamenően szervez minden évadában kiemelkedő opera premiért, hiszen hangsúlyosan fontosnak tartja az összművészeti, társművészeti koprodukciókat.